mozgalmas időszakon van túl a nagykanizsai református gyülekezet. Itt az elmúlt hetekben, hónapokban sörögtek, forogtak a szakemberek. Milyen felújítások is történtek pontosan? Hát egy EFOP-os pályázatunk keretében, aminek a célja a közösség erejével segíteni, ott állni az egyedülálló édesanyák mellett, illetve édesapák mellett. Ez az a projektünk, ami a Családok Átmeneti Otthonával közösen valósítunk meg, és hát sikerült végre nagyon nehezen, ugye át kellett ütemezni picit ezeket a munkálatokat, de sikerült befejezni az elmúlt hónapban. És tulajdonképpen most már azt gondolom, hogy ki is próbáltuk, tehát már volt egy-két alkalom, ami nagyon-nagyon nagy a gyülekezet számára, illetve ezeknek az alkalmaknak a megszervezéséhez nagyon-nagyon fontos, hogy egy olyan környezetbe, egy olyan helyre jöhessenek be a résztvevők, ahol jól érezhetik magukat. Tehát sikerült függönyöket felrakni, sikerült a régi festést lekaparni, aztán leglettelni, majd szépen hát egy ilyen új festés kapott a falazat. Nyilván a plafon is, és azt gondolom, hogy egy olyan kellemes környezetbe lehet jönni, ami jó mindannyiunk számára. Nekem is jó, hogy házigazdaként ilyen helyre fogadhatom a közösségeket, és hát sikerült egy videoprojektort, egy vetítővászont felhelyezni, ami egy állandó fix pont. Ide fogunk elhelyezni egy kis számítógépet, valamit, ami mindig itt lesz, hogy aki mint előadó érkezik, pendrive-on tudja hozni az anyagát, és akkor működik a vetítés, illetve egyszerűsödik az előadás. Aztán sikerült a vizes blokkot is felújítani, a vizes blokk előtti előteret kifesteni, illetve a járólapokat, tehát új járólapot kapott a rész, az előtér is. A vizes blokkoknál pedig, hát sajnos eddig a férfi része nem volt kézmosó, és ugye egy kézmosót használtak, tehát bárki ment a mosdóba, akkor mindig a női mosdóba kellett bemenni azért, hogy ugye kezet mosson az ember. Sikerült a férfi mosdóba is egy kézmosót, valamint a női mosdóban sikerült kialakítanunk két mosdórészt, két WC-részt, tehát is ott is tudtunk kézmosót is elhelyezni, valamint az előtérbe is elhelyeztünk egy kézmosó és vízvételi lehetőséget, ami nagyon fontos még, hogy most már meleg víz is van hozzá, mert eddig nem volt, és hát egy picit azért azt gondolom, hogy komfortosabb lett így mindenképpen a közösségi szintér. Még várat magára egy beépített szekrény, ahol a közösségi teremnek a szükséges dolgait fogjuk majd tárolni. Más pályázatok révén lehetőség nyílt arra, hogy kívülről is megszépüljön a templom. Maradt-e még bármilyen tervetek, amit majd a közeljövőben szeretnétek megvalósítani itt konkrétan a templom vagy a gyülekezeti terem kapcsán? Vannak dolgok, amit meg szeretnénk valósítani, többek között az, hogy a toronyban, a torony pont amiatt, mert beázott, életveszélyessé vált a lépcső használata, ezért most ez fog következni, hogy amiután sikerül fölépítenünk a torony belsejében a lépcső rendszert, azt követően a toronyban, a torony tetején van egy kis bádogos rész, azt újrafedni és a csatornázást úgy megoldani, hogy ne történjen meg az, ami valószínű, hogy valami belemehetett, a vizet megtartotta, így fagyott és szétfagyatta a csatorna, és ez ennek következtében, amikor enyhült az idő, bevezette az összes vizet, és nagyon-nagyon korán, nyilván egy régi fa szerkezetről van szó, és szinte hónapok alatt ez annyira megrongálódott, hogy az egészet szinte. Tehát a deszkás részt, azt biztos, hogy ki kell cseréljük, a lépcső tartó oszlopai pilléreit ki kell, hogy cseréljük. Tehát ez várat magára még.
És aztán a tető parókja a déli tető szerkezetére, vagy cserépfedésére egy napelemrendszer kerül elhelyezésre. Megkaptuk az engedélyt a illetékes hivataloktól, illetve az EON-tól, és az egyik legnagyobb energiafogyasztásunk, vagy legnagyobb költségünk az energia, tehát nyilván jó, hogyha ezt kicsit tudjuk mentesíteni, tehermentesíteni az egyházközséget a költségek alól. Tehát magyarul a villanyhálózat, illetve a villanyköltségünket reménység szerint fogja fedezni. Ugye a templom fűtése az villanyjal működik, és nagyon-nagyon kemény pénzösszegek, legalábbis a mi számunkra, gyülekezet számára ez egy jelentős tétel, és hát ebből a pályázati forrásból, és lassan így a végére is érünk, ennek a 19 milliónak igyekeztünk úgy költekezni, meg úgy fogni, hogy beleférjenek ezek a dolgok. A lépcső szerkezet az már nem biztos, hogy bele fog férni azt, de megpróbáljuk saját erőből ezeket, vagy valamilyen lehetőséget találni rá, hogy meg tudjuk, el tudjuk végezni ezeket a munkálatokat.